Sziasztok, ez itt a játékélmény benne a Werewolf The Apocalypse-is Earthblood játékkal. A farkas emberek mindig meg tudják venni az embereket, mert igaz, hogy ijesztőek, de közben eléggé kemények is. Egyszerre van meg bennük a farkas, illetve az ember, de mivel elnyomó részben a farkas uralkodik el bennük, ráadásul a termetük egy medvéjével vetekszik, elsőprő megjelenést tudnak sugározni magukból. És ami erős, az tömegeket tud csábítani, de maga a vérfarkas jelenlét a videójátékok előtt különböző történetekben, filmekben, sorozatokban volt jelen a mendemondák mellett. A 2004-es Van Helsing film máig a legjobb vérfarkas látványt tudja hozni, a játék pedig tökéletesen tudja hozni a filmnek a dizájnját. A játék könnyen kezdődik, így nincs elbonyolítva semmi, ezért a beállítások után el is kezdődik a történetrész. Egyből tudomást szerzünk arról, hogy egy alternatív világban vagyunk, és ahogy az lenni szokott, a vérfarkasok és a vámpírok egymás ellen háborúznak. Csupán ezúttal a vérfarkasok között is van ellentét, és a játék remekül vezeti a cselekvényt. Miután megvívjuk a prológust, a jelenben találjuk magunkat. A grafika jónak számít, és vannak olyan mechanikai húzások, amik megágyaznak rendesen az Xbox One-os korszaknak. Kétfajta formánk van, ebből az egyik egy sima farkas alak, de hát nem vagyunk olyan nagyok, mint az alkonyat filmekben. Ebben a formában hangulatot szerzünk a vadonra, mert a farkasunk mozgása élethű, és kiválóan lehet vele lopakodni. A pályák elrendezése haladós, ami azt jelenti, hogy egy pontból indulunk el, és közben kapukat kell kinyitogatni. Ehhez elkél a taktikázás is, mert csak úgy tudunk tovább haladni, ha az adott ajtót kinyitjuk, közben pedig ellenségek vannak elhelyezve. Nem intézhetjük el csak úgy őket, ekkor ugyanis újra kell kezdenünk az adott részt, ahol éppenséggel volt mentésünk. Úgy kell kiiktatni őket, mint egy lopakodós játékban, így többnyire hátulról megyünk nekik. Ügyelnünk kell a szemszögökre is, hogy hová állítottak be embereket, ha ugyanis meglátnak bennünket, ugyanúgy hibát követünk el. Az egyszerű farkas formánkon kívül természetesen van egy vérfarkas alakunk is, ami a játék lényege. Külön gombbal tudunk átváltozni, és többfajta módunk van a verekedéshez. Lehetünk gyors módban, ahol a csapásaink sebesek, ugralékonyabbak vagyunk, ilyenkor pedig ehhez azonosul a rajtunk lévő aura is. Ám átváltatunk agresszív módba is, amikor az őrület vezérel bennünket, és ehhez szintén kapunk egy megfelelő aurát. A karmolásaink többet vesznek, illetve a kivégzéseink is kegyetlenebbek. Látványban a formánk kiválóan felel meg a vérfarkas jelenségnek, mivel a játék megőrizte a legendának a jellemzőit. De arra törekedett, hogy a játékos menőnek gondolja a játékban a vérfarkast. Ezért követte a játék a 2004-es Van Helsing filmet, ami nagyon keményen és minőségien közelítette meg a vérfarkas mítoszt. A grafika visszaadja nekünk a 2020-as bosszúállók játékot is, sőt a harcrendszer kialakítása sokban hajaz rá, mivel ugyanúgy vannak elszórva az ellenfelek. Még a mechanikai stílus is egyezik, különösen akkor, amikor megtörténnek a boss harcok. Van miért látványosnak mondani ezt a játékot, és az a jó, hogy a kezünkben van az irányítás. Nekünk kell elsöpörni az ellenségeket a begyakorolt kombokkal, amiknek a megjegyezése egyszerűen megy. Eléggé véres a felhozatal, vérfarkasként ugyanis harapunk, ölünk, visszafogás pedig nincsen ezen a téren. Az átvezetők között találhatunk sima játékmenet animációt is, ráadásul bizonyos helyzetekben még a kamerakezelést is forgathatjuk. Ám vannak CGI-os átvezetők is, amik annyira minőségesek, mintha egy filmet néznék. A főhősünk karaktere megismerteti magát a játék folyamán, ráadásul számíthatunk csavarokra is. Negatívunként az roható fel, hogy kényszeresen kell mindig kapukat kinyitogatni, és másképp nem juthatunk előre. Találhatunk olyan mechanikai elemeket, amik bizony az Xbox 360-as korszakot tudják megidézni, ráadásul a sima átvezetők alatt a szájmozgás, illetve a tekintetek nem tudják hozni a kívánt jót. A settenkedős öldöklés, majd az abból átváltó akciózás a 2018-as vámpír játékra hasonlít, ami nem mindenkinek tetszett, egy nagy vérfarkastól ugyanis bujdosást nem várnánk. A haj effektek közepesnek hatnak, ezért kapott inkább a főhősünk kis kopasz fejet. Minden másban azonban egy kiváló játékkal van dolgunk, és manapság ritka, hogy egy külön legendás lény miatt csináljanak egy játékot. A játékidő kb. 7 óra alatt kijátszható, de aki elnyomkodja az átvezetőket és könnyebb fokozaton játszik, annak még hamarabb véget fog érni a story mode. De amennyit adhat a játék, megéri a rajongóknak, akik szeretik a vérfarkasok és vámpírok hiedelmét. Ismerik a 2004-es Van Helsing filmet, és szeretnének egy olyan farkast irányítani, amit ott láttak. A vámpír rajongók szintén tehetnek egy próbát az alkotással. Főleg úgy, hogyha az Underworld filmeket is szeretik, amelyek ugyebár képesek összekötni a vámpír
és a vérfarkas rajongókat is. A játék megjelent PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re és Xbox One Series S-re, illetve X-re is. A játék lehetőségét a MagNew-nak köszönhetjük, ezúton is köszönjük szépen nekik a támogatást! Ha nektek is megvan a véleményetek a játékról, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, nektek is tetszette a 2004-es Van Helsing film. Ez volt a játékélmény, benne a Werewolf the Apocalypse és Earthblood játékkal találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel. És keresd a csatornát a további tartalmakért.